Gyermekzsivajtól hangos a Dózsa György általános iskola. Az idei évben is augusztus végéig várják a gyermekeket a Tarka Barka napközis táborba, ahol igyekeznek minden gyermek nyarát élményekkel telivé varázsolni, hiszen nagyon fontos, hogy a szünetben is hasznosan teljen az idő. Az önkormányzat szeretné levenni azért a szülők válláról a terhet, amit az jelent, hogy ugye 8 hétig tart a nyári szünet, majdhogy nem. Talán egy kicsit több is, de mi azért 8 hetet igyekszünk tartalmas programokkal biztosítani a gyerekeknek egy ilyen jó kis szabadidős elfoglaltságot. Mind a 8 hét tematikus, tehát 8 féle hetet találtunk ki, ilyeneket a sporthét, magyarok hete, és ezzel kapcsolatos programokat szoktunk mi magunk legyártani és megvalósítani. Ezen kívül vannak olyan programok, amiket a gyerekek kérnek, külön nagyon szeretnek, már évek óta csináljuk, ilyenek a méta, a számháború, illetve idén először a nagy melegre való tekintettel a víziháború, ahol vízipisztolyoznak a gyerekek, megyünk élményfürdőbe, rendszeresen fagyizunk, idén mozizunk is újra. Az is fontos, hogy a gyerekek tartalmasan töltsék a nyári szünetet, tehát ha egy mód van rá, akkor ne a tévé előtt, vagy lustálkodva, hanem inkább barátokat gyűjtve, jókat játszva lehessenek együtt. És azt gondolom, hogy ez többnyire meg is valósul. Igyekszik az ember így a saját környezetén belül támogatókat keresni, a sportegyesületek is nagyon-nagyon együttműködőek, a környékbeli táncosok, illetve különböző drámapedagógusok segítségét is szoktuk kérni. Voltunk a színházban, a könyvtárban, úgyhogy amit közelben felelhető, az ő támogatásukra mindig számíthatunk. 7.-8.-osok kevesen vannak, sőt, ha jól emlékszem, akkor 7.-ben már nem is hirdetjük a tábort, inkább 1-től 6-ig, de hát vannak ilyen rutinos visszajáró gyermekeink, akik már a 6.-7. táborukat csinálják, és 8.-osként immár segítőnek jönnek, úgyhogy ők nagyon megmelengetik azért a szívünket, hogy 6-7 éve már folyamatosan velünk vannak. A többség az 1-től 6-ig jár iskolában. Nekünk ez annyira nem megterhelő, meg is mondom, hogy miért, hiszen egész évben pedagógiai munkát végzünk, de ez egy kötött, feszített tempó, egy tanmenettel, egy teljesítési kényszerrel gyakorlatilag, és itt a táborban viszont teljesen szabad programokat, amilyeneket mi szeretnénk, úgy, ahogy szeretnénk, olyanokat csinálunk, így aztán igazából számunkra ez egy bizonyos fajta feltöltődés a gyerekekkel való szabad együttlétben, szabad játékban. A beiratkozott gyermekeket és szüleiket minden hét elején tájékoztatják a várható programokról. Hetente várhatók sportprogramok, játékok, csapatépítés, kreatív foglalkozások, de azért pihenni is hagyják a diákokat a pedagógusok. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!